Jó reggelt! Megkezdünk egy újabb csodálatos napot itt Horvátországban. A mai programunk nem más lesz, mint Dubrovnik és a Várfal. Úgyhogy ne is tétlenkedjünk, indulás! Körülbelül 10 perce indultunk el Orebicből, és már meg is álltunk, mert egy ilyen gyönyörű panoráma tárult a szemünk elé, úgyhogy ezt nem hagyhattuk ki, hogy megnézzük a reggeli napsütésbe. De csak egy pár percet időzünk itt, mert még 110 km hát van Dubrovnikig, úgyhogy folytassuk is az utunkat. Meg is érkeztünk Dubrovnikba, találtunk parkolót, és itt van már a vár a hátam mögött, a várfal. Azon fogunk majd menni egy kört, az azt hiszem 200 kunóda a belépő, de megéri, úgyhogy azt érdemes megnézni. Megmutatom kicsit kívülről is itt a várfalat. Ott van a háttérben a tenger, itt a fal, és egy ilyen kapunk kell behatolni az óvárosba. Mindjárt beérünk teljesen az óvárosba, most ilyen két fal között vagyunk, és már itt is van. Amúgy folyik a víz, és lehet ingyen mosakodni, egy kicsit lehűsíteni magunkat, meg inni is. Ez a sétáló utca maga az óvárosnak a főútja, úgymond, és itt tele van boltokkal, meg mindennel, meg éttermekkel, és közben, keresztbe, meg ilyen kis sikátorok láthatóak. Végig-végig magasan fel mennek ezek az utcák oda, ugye a domboldalra, de az ember jön egy egységet, amúgy pont van egy OTP bank, és utána mindjárt itt van a következő ilyen kis sikátor. És az egyik hangulatosabb, mint a másik. Befele ott bent közben egy étterem volt, és akkor lehet venni itt szuveníreket, meg mindent ugye, amit az ilyen helyeken lehet kapni, az ilyen nevezetességek környékén. Bejöttünk az egyik kis utcába, hajda jó hűvös van. Emlékeink szerint itt van a piac, a következő sarkon, és nagyon jó gyümölcsöket lehet venni, ilyen gyümölcs koktél, gyümölcs válogatást. Úgyhogy egy kis frissítő ugyanánt, eszünk egy ilyen gyümölcs koktélt. Jó, de jól néz ki. A lépcső. Úgy rémlik, hogy ez volt az a trónok harcából a szégyen, ahol a Cerseit ugye megtérítették, fogalmazzunk így. Lányokat keressük, mert bementek valamelyik boltba természetesen shoppingolni, úgyhogy elvesztettük egymást. Gondolom valami csecsebecsés helyen lehetnek, valami figyfenét vesznek. Most éppen állunk sorba, itt lehet venni a várfalra jegyet, gyorsan megvesszük, és akkor megyünk is egy jó kis kört. Körülbelül 2 kilométer a magának a várfalnak a hossza. Hát az 2 órát is igénybe vehet, attól függ hányszor áll meg az ember fotózkodni és bámészkodni. Megvettük a jegyet. 200 kunába kerül a felnőtt, 50 kuna a gyerek, de minden pénzt megér. És ott van már a lépcső,
azon fogunk fölmenni. És innentől lépcsőzünk szépen fölfele. Kezdenek látszani a házaknak a tetejei. Kezd kirajzolódni a város. Oké. És fölértünk. Arra kell menjünk. Pöttöm ott megy elől. Még itt jövünk mögötte. Már látszódik a tenger is. Ki le is lehet már kukkantani. Itt a várfalnak a másik oldalán látható a tenger már. Egy nagyon szuper kis öböllel, tök hangulatos. Meg egy bástya. Ott a bástyának az ablakába van egy ágyú is. Nem tudom, hogy ilyen messziről lehet-e látni. És ugyebár a másik oldalon pedig maga a város látható. És ugye. Igen. Haladok előre ezeken a lépcsőkön. Kell mászni. Itt jönnek fel az emberek végig a lépcsőn, én is onnan jöttem föl. Nagyon jó. Fecskékkel tele van itt a várfal alatti sziklás rész. Itt röpködnek, lehet hallani, hogy csiripelnek meg mi egymás. Ott van egy bástya, ott a következő kiszögellésnél, és hogyha jól látom, az ott egy kávézó. Tök jó, itt meg lehet pihenni, inni egy kávét, üdítőt, fagyizni, mi egymás ki mit szeretne, meg egy picit ugye hűsölni ebbe a rohadt nagy melegbe. Oh. Jól is esik ide bejönni az árnyékba, kicsit ide el is bújok. Hú, nagyon meleg van. Falnak ezen a szakaszán már a kikötő látható a jobb oldalon, de ez csak egy ilyen kisebb hajóknak szolgáló kikötő. Hát ide nagy jaktok meg kompok, mi egymás ide ugye nem jönnek be. Hát ott úgy látom, hogy megint csak emelkedik a várfal. Fölfele fogunk menni. Elértünk egy újabb sarokkőhöz, egy nagy bástyához, és ide komoly lépcső vezet föl. Megkukkantjuk onnan is a panorámát. Kikukucskálok épp a bástyának az ablakán, megtekintve a dubrovniki óvárosi panorámát. Lemegyünk egy ilyen kis átjárón, és nem sokára körbeérünk a túránkon. A harangszó.
Szépen lassan véget is ér a várfalon lévő túránk, ugyanis itt jöttünk föl, úgyhogy körbeértünk. 2 kilométer maga a várfal, egy jó, hát körülbelül 2 óra alatt is jártuk körbe, ugye 200 kunába kerül, hú, ez már jó sok kettes, forintba átszámítva majdnem 10.000 forint, de minden pénzt megér. Nagyon szuper, lehet látni a tengert, az egész várost, a házakat, épületeket, templomokat, maga a várfal is nagyon szépen meg van csinálva, nagyon tök jó föl van újítva, vannak kávézók, fagyit lehet enni, mindent, úgyhogy erre jártok, ezt mindenféleképpen nézzétek meg, ne hagyjátok ki.